Hát a kommunikáció nélkülözhetetlen eszköz az, hogy halljuk egymást, bár az is kommunikáció, látjuk egymást. Kommunikáció témában egyeztettünk, hogy erről lenne szó a mai este. Én mégis inkább egy picit tovább lépnék egyel, és arról szeretnék egy pár szót szólni nektek, hogy hát mi is a célja a kommunikációnak. A kommunikáció célja elsősorban a kapcsolatépítés. Tehát maga a kommunikációnak a lényege az, hogy kapcsolatban tudjak lenni emberekkel, és a kommunikáció egy nagyszerű eszköz, hogy valakivel meg tudjam osztani saját magamat, és ő meg tudja osztani saját magát velem. Rengeteg akadálya van a mai világunkban ennek, és egy elég feszült világban élünk éppen a kommunikáció és a kapcsolat területén. Általában az emberek, magamat is belértve, elég túlterheltek. Nem tudom, ti hogyan éltek ma az életeteket, de alapvetően egy elég túlterhelt és nagyon sűrűn beprogramozott világban élünk. Már önmagában az is nagyszerű dolog, hogyha néhány percet le tudsz ülni. Élvezd a csendet most egy kicsit. Nyugodj meg, nem kell csinálnod semmit. Egy jó dolog, nem? Egy picit átkatintod az agyadat, és azt mondod, nem kell rohannom sehová. Nem kell elintéznem semmit. Nem kell csinálnom semmit. Szóval ritkán adatik meg az embernek, legalábbis nekem ez a lelki állapot, de van egy kedves feleségem, aki néha lefektet oda a kanapén, és azt mondja, ne gondolkodj semmin. Mert én általában gondolkodok mindig valamin. A Semmelweis Egyetem csinált egy kutatást a magyar lélekről, a magyar társadalom helyzetéről, és egy picikét ez tükröt ad miénk. Nem a legfrissebb a kutatása, 2000-es évek első évtizedében készült, a második felében, és tendenciákat vizsgál az új évezredben, hogy milyen változások mentek végbe az emberek gondolkodás módjában, amely jelentősen érint egyébként a kommunikációt és kommunikációs szokásainkat is. Az egyik például egy ilyen megállapítás van ebben a tanulmányban. Az emberek általában aljasak, önzőek, és ki akarják használni a másikat. 69%-a a reprezentatív felmérésnek ezen a véleményen van. Egyetértetek ezzel? Jó nevelt keresztény gyerekfiadarok vagyok, nem boldogatok, de egyébként igen. Tehát azért, mert keresztények vagyunk, normálisak vagyunk. Tehát körülbelül ezt lehet látni. És tudjátok, az a elképesztő és életveszélyes, hogy gyakran ez már a keresztény közösségekre is érvényes. Ez a fajta csalódás, dömping. Amennyit csalódunk esetleg egymásban. Lehet, hogy vannak elvárások is, amik nem biztos, hogy helyesek, de bizony rengeteg csalódás feszíti a kapcsolatainkat. Aztán a másik gondolat, hogy senki nem törődik azzal, hogy mi történik a másikkal, 81%-a az embereknek így vélekedik, hogy nem érdekli egyik ember a másikat, és ez nagyon így van, mert nézzetek valakit, aki földre esik az utcán, egy zsúfolt busz megállóba, és az emberek kikerülik, és nem mennek oda, vagy éppen ki akarnak valakit rabolni, és küzd az életért, meg a táskájáért, és egy csomó ember ott áll a busz megállóba, és senki nem megy oda, hogy hé, haver, mit csinálsz? Nem beletettél valamit, vagy éppen most gondozni akarod a nénit? Vagy el akarod hazáig akarod kísérni a táskájával? Tehát nem ér senki, hogy ember, mi van, mit csinálsz a másikkal? Tehát ez azt is mutatja, hogy nagyon magára vannak hagyva az emberek. Magukra maradtak az emberek a problémáikkal. Aztán azt is megállapította ez a tanulmány, hogy egyre inkább jellemző a rivalizálás, a versengés az emberekkel, emberek között. Abban a korszakban, amivel ti vagytok, ez azért is jellemző, mert leginkább ugye készültök az életre. Ki az, aki egyetemre jár most, és ugye hát elég nagy szám. Alapvetően egyetemre azért jár az ember, mert szeretne valamivel pénzt keresni, és valahol elhelyezkedni. Nem tudom, hallottátok-e már az elit tollódás fogalmát. Az elit tollódás fogalma azt akarja, hogy alapvetően a régi vezetésnek a kegyeltjei benne vannak az irányítási rendszerben Magyarországon.
Ugyanis a rendszerváltás, mint olyan, ilyen szempontból nem történt meg Magyarországon. Tehát a régi garnitúrának a kegyeltjei, a gyerekei, barát, sógorkoma, benne vannak a pozícióban. Ugyanakkor van egy feltörekvő új elit, most nem akarom nevesíteni színekkel, meg pártokkal, akik szintén követelik saját maguknak és a kegyeltjeiknek a pozíciókat. És itt vagyunk mi, akiknek esetleg nincsenek ilyen keresztapáink, és szeretnénk valahogy bejutni abba a pozícióba, ahol már ketten is vannak egyébként, és ezt sem tudjuk kifizetni. Tehát, mint perspektíva, ez elég rossz. Természetes szinten. Nem Isten szemszögéből természetesen. Aztán sokan úgy vélik, hogy csak szabálysértő eszközökkel lehet előre haladni az életben. És egy jellemző gondolkodásmódja az embereknek ma. Aztán 69%-ra nőtt 52%-ra azoknak az aránya, akik úgy gondolják, hogy az ember egyik napról a másikra él. Nem érdemes tervezni, hanem fontos az, hogy ha ma tudsz megragadni valamit, akkor ragad meg, és élj vele. Vagy egyáltalán a jövő pedig bizonytalan. Mondjak még ilyen kedves dolgokat. Aztán jellemző az is a mai világra, hogy nőtt az anómia, azaz a törvénytelenség, a szokások megszegése és a tömeges áthágása a törvényeknek, és ezzel együtt nőtt a bizalmatlanság, és döbbenetes módon, gondoljatok bele, tehát a törvényszegés, mint olyan, hogy a törvénytiprás titokban már folyik, mondja a Szentírás. Azt mondja a tanulmány, hogy törvényszegés, mint olyan jellemzői vált a társadalomra, és milyen gyümölcsöt termet, egyre inkább nő a depressziós embereknek a száma. Félelmetes látni ezeket a tendenciákat. Aztán azt is kimutat ez a tanulmány, hogy akiknek a gazdagság a legfontosabb céljuk, azok közül lényegesen többen válnak depressziósá, mint akik más helyre teszik az értékeik fókuszát és központját. És utoljára pedig, amit mindenképpen ide kapcsolnék, azt is bizonyította a kutatás, hogy a barátoktól, rokonoktól, partnertől, tehát ugye társtól várható támogatás mértéke emelkedett. És ez biztató jel a kutatásban. Tehát azt jelenti, hogy az emberek azt tapasztalják, hogy sokkal inkább szükségük van a közvetlen hozzájuk tartozókra, és sokkal inkább azokra számíthatnak, akik mellettük vannak, és családtag vagy barátként ott állnak mellettük. No, tehát éppen ezért az értéke annak, hogy van egy jó barátod, van egy olyan testvéred, vagy van egy olyan családod, ahol akikben megbízhatsz, akiktől támogatást kapsz és hátteret kapsz, akiknek te támogatást és hátteret tudsz biztosítani, óriási értékké vált. Beszélgettem egyik barátom feleségével, és egy pár szót váltottunk, és a barátságunkra a férje nagyon jó barátom, és azt mondja a felesége, hogy nagyon nagy érték a barát ebben a mai világban, igen nagy kincs, és nagyon ritka. Mikor én megtértem, és Krisztus választottam, immár 20. éve, mikor megtértem, azt mondták a haverok, hogy majd elmúlik ez is, mint a DJ Hobarton. Hát elég masszívan tartja magát ez a tendencia, és nagyon érdekes volt, hogy hamar szembesülnem kellett azzal, hogy bár én azt gondoltam, hogy mekkora barátaim vannak, és sülve-főve együtt voltunk a bulikban, meg az éjszakában, és nagyon hamar rá kellett jönnöm, hogy nem volt nekem egy barátom sem, de sok haverom volt. Ez olyan sokkoló élmény volt számomra, ahogy elhagytak az emberek, de az még nagyszerűbb élmény volt, amikor igazi barátokat kaptam, mert mondjuk a két legközelebbi haverom megtért. Nem sokkal később, és a minőségi változás, ami a kapcsolatunkban végbe, mert nem azt néztük, hogy kinek a nőjét hogy lehetne lenyúlni, mert előtte bizony ez volt a jellemző. Amikor a másik félrenézett, azonnal rá is tartottunk egymás barátnőjére. Piszok dolog, igaz? Volt miből megtérnem. Ez az igazság, így van. Tehát egy nagyon szemét módon éltük az életünket, de ez akkor normális volt. Ez volt a menő. A kapcsolatokról
Nem? Egy pillanat, létrehozom a kapcsolatot a kezemben lévő eszköz is a számítógép között. Most nem én gerjedek, legalábbis remélem. Kivetítettem egy mondatot a Michael Fletcher kapcsolatokról írott könyvéből, van ez a mondat, és nekem nagyon, hát engem nagyon megfogott és igaznak találom. Soha ne feledd, hogy az életben a legfontosabb dolog a kapcsolatok, amelyek értelmet adnak az életünknek. A pénz hasznos, tehát nem lényegtelen, hasznos, de soha nem ad igazi boldogságot. Alapvetően az ember boldogság állapota elsősorban a kapcsolatai múlik. Hogy milyenek a kapcsolatai. Ezt az életben rengetegféle módon tapasztaltam meg, és ennek az értékét egy másik példával, személyes példával is szeretném illusztrálni. A kapcsolatok befektetést igényelnek, és az építésük nem egy könnyű feladat. Tehát a kapcsolatok építése és fejlődése az nagyon komoly befektetést igényel az embertől. Nem lesznek jó kapcsolatai az embernek, ha nem fektet be azokba, nem dolgozik azokon a kapcsolatokon. Nekem volt egy munkatársam, főnök-beosztott viszonyban voltunk, ő volt a főnököm, én voltam a beosztott, és hát a jellemében, nagyon szeliden fogalmazok, furcsa volt. Furcsa volt, és hát nem egyszer kiakasztott, mint a TikTokos órát. Én már komoly keresztény voltam, és prédikáltam. De nagyon, nem csak engem egyébként, hát az, hogy a kollégáim ott sírva jöttek ki rendszeresen az irodájából, ez ugye a standard, normális esemény volt. Mindig könyörögtem az Úrhoz, mikor indultam a munkahelyemre, Uram, adj nekem türelmet, adj erőt, hogy úgy viselkedjek ezzel az emberrel, ha egyszer bejön a gyülekezetbe, és engem meglátod, hogy prédikálok, hogy ott vagyok egyáltalán, ne forduljon azonnal ki, hanem mondja azt, hogy igen, ez az ember hiteles keresztény. Tehát így imádkoztam, mint egy 5 éven keresztül. 5 évig nem szabadított meg az Úr tőle. 5 évig jártam a gyümölcstermés bibliaiskolájában. Ez volt a türelem gyümölcse, a szelídség, a szeretet, tréninge volt számomra a munkahelyemen. Aztán az Úr úgy adta, hogy ő el, én meg fel. Tehát én kerültem abba a pozícióba, amivel ő volt, ő pedig elkerült a munkahelyről. Mit ad az Úr? Neki volt egy öccse, aki nekünk beszállítónk volt, és mi 8 éven keresztül folyamatosan találkoztunk, és bizonságot tettem neki, meglátogattuk őket, mi is meghívtuk őket a családjával, és megtért ez a fiatalember. Átadta az értét Krisztusnak, hosszú a történet, csodálatos módon 8 esztendő után feltűntek a gyülekezetbe, és el se lehetett zavarni őket, olyan komolyan gondolták. És nagyon rövid időben, néhány hónapon belül, 8 év után jelzem, néhány hónapon belül olyan mély megtérésre jutottak, hogy bemerítkeztek és oda szánták az életüket az Úrnak, és ma már gyakorlatilag elindult a misszió a saját településükön is. Nos, ez a fiatal ember meghívta a bátyját, aki nekem volt, főnököm volt, az Isten tiszteletre, ahol én merítettem be az öccsét. Eljött a család is, ugyanis masszív, materialista, ateista szülei vannak, velük is együtt dolgoztam 10 valány évig, tehát úgy ebből a 10 valány évből, ugye keresztényként -2 vonjatok le, mert 2 évet dolgoztam DJ-ként a munkahelyemen, és aztán pedig hívőként dolgoztam. Mint elmondták később, néhány év múlva a kollégáim, jelentős volt a változás a 2 ember között, és nem is beszéltek rá, hogy mi történt velem. No, lényeg az, hogy megjelent az egész család. Isten tiszteleten az eszembe jutott ez az ima, hogy ezek ide eljöttek. Megtörtént az Isten tisztelet, majd néhány hónap eltelt, és ez a volt főnökön feltűnt újra a gyülekezetben. És közölte, hogy ő szeretne megtérni. Mert őt érdekli az egész dolog, és ma én tartom neki a barátkozó biblióráját, most éppen legutóbb vasárnap ott voltunk barátkozó biblióráján, egy volt jobbikos, vagy ilyen rasszista, nacionalista, beállítottságú fiatalember, már nem az, tehát gyógyul, és akkor ott van ez a közgazdász barátom, egy hölgy, egy másik férfi, és akkor ott vagyok a barátkozó biblióráján, és ez a volt főnök, így iszta.
szavakat, és azt mondja, ez a Biblia nagyon becses nekem. Tudod miért? Miért? Ezt tőled kaptam. Nem tűnt nagyon lelkesnek, mikor adtam neki. Szóval ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, a kapcsolatok ilyen módon is működnek. És vannak olyan kapcsolataink, amelyek nekünk iszonyatosan nehezek. És lehet évekig tart ez a harc. Önmagunkkal, a büszkeségünkkel, a sértettségünkkel, hogy a Szentlélek ereje győzzön bennünk. De aztán gyümölcsöt terem. Mert ez a férfi most úgy van a gyülekezetben, hogy nem érzékeli azt, hogy bármi gond van kettőnk között. Azt mondtam valakinek, aki zsörtölődött, hogy nem kértek tőle bocsánatot, és hát Isten is akkor bocsát meg, hogyha bocsánat kérnek tőle, és megvallják a bűneiket. Ez nem teljesen igaz, ez a fajta megközelítés. Ugyanis Isten azért látja ezt ennyire fontosnak, mert erre nem neki van szüksége, hanem nekünk. És ha te úgy gondolkozol a bocsánatkérésre, hogy neked van erre szükséged, akkor ne hivatkozz Krisztusra. Mert az a jó, ha te már megbocsátottál. És csak azért várod, hogy a másik odajön és rendezze a kapcsolatot, miatta, hogy ő ne maradjon benne abba a terhelt állapotban, amiben benne van. Érzitek? Óriási különbség. Különben nem tudnék szabad lenni, ha belegázolnak a lelkembe. Mert állandóan azt várnám, írnék egy listát, nem is lenne elég szerintem, noteszem, hogy mikor, ki, mit csinált, és mikor fogom majd neki elengedni, ha majd jön, és ezt nekem megmondja. Beleőrülnék az életbe. Becsavarodnánk, de te is. Meg kell tanulni, elengedni, megbocsátani, és esélyt adni a másiknak. Természetesen nem menti fel őt, nem erről van szó, de én szabad vagyok. Tehát bizony a kommunikáció és a kapcsolatok kérdésében van néhány nagyon nehéz és húsba vágó dolog, ami fáj. Tehát nem mondom, hogy én vidáman jártam a munkahelyre, és jaj, de megint belé fog rúgni a főnököm, alig várom. Nagyon nehéz volt, és néha össze kell szorítani a fogam, néha kiabáltam vele, aztán visszamentem, és bocsánatot kértem tőle. Tehát így ment ez a dolog, de igyekeztem rendezni a dolgot. A kapcsolatok témájában néhány építőkörről szeretnék beszélni, amely szintén a Michael Fletcher szeret össze, és nagyon egyet tudok vele érteni, és megfontolásra javaslom nektek is. Az első dolog a szeretet, amely a kapcsolatnak egy nagyon fontos építőköve. És a kommunikáció mögött lévő erős motivációt is adja pozitív értelemben. Ugye ez a feltétel nélkül szeretni a másikat. Amikor nem támasztok feltételeket, hogy ha így viselkedsz, ha ilyen ruhát veszel föl, ilyen hajad lesz. Tudod, ha ez a lényeg egy kapcsolatban, abban nem lesz jó házasság. Ez ilyen űrhajós kiképzés, ilyen második világháborús repülőgép, vagy ilyen hangokat ad, de ne törődjetek vele, én is túllépek rajta. Áldja meg az Úr a technikát. Hatásos, azért érzed? Hatásos. Oké. Tehát a feltétel nélküli szeretet emberileg lehetetlen, ugye ez egy alaptézis, az Isten szeretete által tudunk szeretni, de ő ad ilyen szeretetet. Én is megtapasztaltam. Töltsd meg lámpásomat. Nem szeretem azt, hogy ez énekíró szavaival mondom, ezt én nem szeretem, de mégis ezt vallottuk meg, hogy ez szükséges a számunkra. De miért is szükséges ez? Hát pontosan az ilyen szituációkban szükséges, hogy töltsd meg a lámpásomat. Aztán az is egy fontos dolog a szeretettel kapcsolatosan, hogy nagyon nagy érték, amikor keresztények együtt vannak, és ez egy nagyon fontos bibliai igazság, amit betöltünk ma is. De mégis azt is elmondta az Úr Jézus, hogy menjetek el. És a kommunikáció a kapcsolatban, a kapcsolatépítéssel kapcsolatban meg kell említenünk azt is, hogy nagyon fontos, ahogy Sándor is mondta, hogy legyenek olyan kapcsolataink, akik még nem ismerik Krisztust, és ezekért név szerint imádkozzunk. Meglepő dolgokat tapasztalunk. Ma este mindjárt kezdődik a férfi foci. Néhány kollégámat soha nem tudnám elhozni gyülekezetbe. Soha. Maximum, hogyha kényszeríteném fegyverrel. De ugye, azt meg nem lehet. Vágod. És kitaláltuk, hogy hogyan lehetne a férfiak felé szolgálni. Az én kollégáim a focira gerjednek. Tehát az
Tehát tudod, ismerjétek ezt Isten tiszteleten. Imádkozzunk a földért, a világért. Isten tisztelet után, foci. Ez egyesíteti el a debreceni pásztorkörben is. Tehát foci. És mondtam a srácoknak, akik együtt fogunk focizni, keresztény fiatalok, eszebe ne jusson az elején azt mondani, imádkozzunk, fogózkodjunk össze. Mondom, ezt ne, kérlek ne. Sokkal inkább sportolj úgy, beszélj úgy, viszonyulj úgy, hogy meglátszódjon rajtad, hogy te más vagy. Ugyanis az egyik kollégám éppen azt mondta el, hogy úgy bomlott fel az előző futballgarnitúra, hogy egy vitás meccs után összeverekedett, és tömegverekedés lett belőle, és azóta nem járnak focizni. Ugye mégsem biztos, hogy attól, mert Jézusról beszélek, és végén meg berugok, meg elkezdek ordibálni, hogy annyira hiteles lesz. Szabadon, add Isten lehetőséget kommunikálni, kapcsolatot építeni, érdeklődni a másik felé, kifejezni a szeretetünket, és ez épít. Halleluja! Meghallgatja az Úr az imádságot. Várjátok, meg kell álljak egy kicsit. Oké. Okay. Tehát ezzel kapcsolatban azt szeretném, hogy a szívetekre helyezni, hogy legyen mindig a gondolatotokban benne, mint keresztényeknek, hogy bennünket az Úr Jézus a küldetésünkben az arra hívott fel, hogy menjetek el. Tehát legyen egy papírod, ahol legalább 2-3 név van, akiért imádkozol, hogy térjen meg. Hidd el, csodákat fogsz átélni. Olyan kapuk nyílnak ki, amikkel nem is álmodtál. Olyan lehetőségek nyílnak, amikre nem is gondoltál. Ne gondold most, nem azt mondom neked, hogy ma elkezdel imádkozni, és akkor holnap reggel minden megváltozik. De azt is lehet, hogy Isten megadja ezt a dolgot. Megadja az Úr azt is, hogy már egyből lehet változás, mert Isten bátorítani fog téged ebben. Menjünk tovább. A következő hit kérdése. Na most a hittel kapcsolatban megvan a keresztényként az elképzelésünk, de ez a hit egy picit a kapcsolatok témájában más irányú. Jobban hinni másokban, a másik emberben, mint ő magában. Mit is jelent ez? Egyszerűen úgy állni az emberek mellett, olyan módon viszonyulni hozzájuk, hogy bátorítom őket és emelem. Nagyon fontos dolog, hogy egy Isten tisztelet is például alapvetően bátorító, az embereket emelni képes legyen. A dicsőítésnek alapvetően a lényeg és célja, amit most is átéltünk, hogy megelevenedjen a Biblia igazsága. Valóságos közelségbe jöjjön. Tehát maga az, hogy hiszek, hívő ember vagyok, ez megnyilvánul abban is, hogy hiszem, hogy Isten meg tudja a másik embert változtatni. És nem kell úgy maradnia. És ezt az én kommunikációmban, ezt az én kapcsolataimban tükrözöm. Hiszek bennük. Esélyt adok nekik. Nem leírom őket, mint ahogy láttuk a statisztikában, hogy ezzel találkoznak leginkább a társadalomban. Mekkora bizonyságtétel. És ez nem csak a gyüliben. Nem csak az ifi Isten tiszteleten. Hanem az életben. A kapcsolatainkban. A családunkban, a részeges édesapával, az elvált szülőkkel. Ez egy hitharc lesz. Menjünk tovább. Érdeklődés. Észrevenni és értékelni, ami a másiknak fontos. Mosolyog néha embereken, elég beszédes vagyok. És még mindig tanulom a hallgatást. De mosolyok rajta, amikor valakivel olyannal beszélgetek, ki mondja, elmondta és elbúcsúzik. És ismertek éneket? Felhív, mondja, na szia, most mennem kell. És semmit nem kérdezett meg, hogy vagy, mi van veled. A teremben ilyen nincs, igaz? Tehát vedd észre a másikat. Olyan szintig figyelj, új frizurád van. Hiúság. Jó, hát akinek ez a kísértése, lehet, hogy ne ezt mond neki. Persze, de azért nem biztos, hogy mindenkinek ez a kísértése. Ha megdicséred, mondjuk a külsejét. Tudom, tehát nem feltétlenül házassági szándéknak venni, ha valaki megdicséri a hajadat. És te se gondold úgy, ha megdicséred, azt fogja gondolni, hogy te azt gondolod, hogy azt gondolja, hogy azt gondolod. Tehát legyünk érettebbek ennél. Az érdeklődés a másik ember felé. Egyébként nem látok olyan, tehát nem tudom elképzelni, van olyan házasság,
amelyet nem előz meg egy érdeklődés. Nem az, hogy most sötét sikátor, bandagunk, és nem erről van szó, hanem érdeklődök a másik felé, érdeklődök iránta, meg akarom ismerni őt. Szerintem ez teljesen normális. Tudom, hogy mindig az Izsák példáját mondták, de ott neki nem sok lehetőség volt ismerkedni. Ilyen is van. Ilyen is van. Ezt nem zárom ki. De mégis, hogyha közösségben élünk, akkor természetes dolog az, hogy tisztán, tehát nem sumák és zsivány módon, hanem tiszta, őszinte módon, de érdeklődök a másik ember felé, meg akarom ismerni. És megismerhetővé teszem magamat is. Aztán a következő dolog, a negyedik dolog, hogy elérhetőek legyünk. Adjunk helyet életünkben, a krízisben lévőknek. Nagyon fontos. Általában, amikor az emberek krízisben vannak, akkor tapasztalják meg azt, hogy mennyire elhagyják őket. Pedig ezekben a helyzetekben van a legnagyobb szükségük a barátaikra. És tudják, szoktuk mondani, hogy a bajban ismerszik meg a barát. És ez tényleg így van. Amikor bajba kerülsz, engem nem érdekel. Mármint ez az ugás. Tehát legyél elérhető az emberek számára. És bizony, ezek a szituációk olyanok, amikor te is gondolhatod azt, hogy valaki meri odaállni a krízis helyzetben, az egy tehervállás. Az áldozatot kíván tőlünk. Mégis a kapcsolatot csodálatos módon tudja mélyíteni és erősíteni két ember között, amikor a krízisben nem kifarolsz a másik mellett, hanem tudod, belérzel abba, hogy most milyen lehet neki. Küldesz egy SMS neki, küldesz egy igét neki, meglátogatod, fölhívod, kihívod esetleg abból a közegből, amelyben most forog. Bátorító vagy vele. Tehát helyet adsz neki az életedben és az idődben. Aztán a tisztelet kérdése, szintén a kapcsolat építő eleme. Elismerni egy ember értékét és tekintélyét. Ez szerint tisztelni a másikat. A Biblia azt is mondja, hogy tisztelet adásban egymást megelőzőek legyetek. Tehát lehetek olyanok, akik tiszteletet adtok a másik embernek. Észreveszitek. Előre köszöntök. Nem baj, nem köszön. Köszönj te előbb. Köszönjük a testvéret, a gyüliben, a bácsit, a nénit, munkahelyen, suliban, nyilván ez normális módon, tedd, ne tüntetőleg, de adj tiszteletet. A köszönés csak egy verzió. Az tisztelet egy hozzáállás, egy attitűd egyébként. Aztán az idő tényező. Az idő kulcs a szívek megnyilásához. Általában az emberek olyanok, akik, és olyanok vagyunk, hogy néhány perc alatt nem tárulkozunk fel. Nekem van olyan kapcsolatom, akivel régebb óta ismerjük egymást, de egy órát el kell vele töltsek ahhoz, hogy megtudjam, mi van vele. Egy óráig beszélgetünk, és egy óra múlva elkezd beszélni olyan dolgokról, amelyek miatt végül is leültünk. De nem vagyok elég türelmes, soha nem tudom meg, hogy valójában mi is van benne. Egy óra beszélgetés után létrejön ez a bizalmi légkör, ami neki is kellően biztonságos, és akkor elkezdi kiönteni a szívét. Időtényező a családban. Ha ugye házasságról beszélünk, kulcsfontosság, hogy férjnek és a feleségnek legyen minőség ide egymásra. Hullafáradt vagyok, züm, de a feleségem le akar ülni mellém, és valamit meg akar osztani, akkor tudom, hogy lehet ez 5 perc vagy 10 perc most az életemből, de ez kulcsfontosság ahhoz, hogy a kapcsolatunk erősödjön. És nem leszek bunkó. Már bocsánat. Mert a gyűliből felhívna valaki, volt már ilyen, vagy egy konfliktusunk, felhívna valaki, tessék! Mondta a feleségem, na kösz. Tehát tudunk mi nagyon kedvesek lenni. Igaz? Tudunk viselkedni. Akkor vigyük bele a kapcsolatainkba azokkal kapcsolatosan, akik a legfontosabbak számunkra. És fejezzük ki, hogy időt töltünk velük. És hát ugye azért is mondtam, hogy maga a kommunikáció, mint eszköz, az egész építkezésnek egy szelete. De minden kapcsolatnak a búvárcsövet, tehát ha mélyre akarsz evezni, és mélyíteni akarsz egy kapcsolatot, akkor a kommunikációban fejlődnöd kell. Talán többetek számára jól ismert a következő ábra, amit felvetétek, és azok a gondolatok. A kommunikáció legáltalánosabb szintje, ez a hogy vagy általában. Van erre egy érdekes történetem. Egyik
gyülekezetünknek egyik tagja, aki Angliában dolgozott, ott megtért, aztán ő hazajött. Tehát ugye nem megtért itthon és kiment Angliába, hanem ő megtért Angliába és hazajött Magyarországra. Ez így fontosnak tartom, hogy elmondjam. Aki haja értse meg. Hatásszünet. Szóval mondja, hogy egy konyhában dolgozott, egy ilyen keresztény táborban, és egyébként mozgássérült baptista gyülekezet ment oda, és közöttük volt egy kis időt, és annyira meg sokkolt a boldogságuk ezeknek a mozgássérült hívőknek, hogy ez összetört, és ettől megtért. Hazajött, és aztán elkerült a gyülekezetünkbe, kerestett a gyülekezetet, és akkor végig is a hite így szilárdult meg közöttünk, megrendeződött a élettársával kapcsolata, a Bence, elmosodott festék, és a Bence, mondom, imádkozunk a Benceért, és a Bence megtért néhány hét múlva, és most csodálatos családként ott vannak két gyermekkel a gyülekezetben. És a hölgyel, hogy egy angol kollégája megkérdezte tőle, hogy hogy vagy. És elkezdtem mondani, hogy mi fáj neki, milyen érzésnek, és akkor mondta, nézte az angol kollégája, és le volt fehéred a sápad, hogy miket beszél ez neki. Tehát ugye, tudjátok, ez a udvarias kommunikáció, szép időnk van. Igen, szép, holnap esni fog. Tehát ez a felületes kommunikáció, én ezt nem élvezem túlzottan. Egyébként mi magyar emberek meg vagyunk áldva azzal, hogy menj el egy orvosi rendelőbe, ülj le egy ember mellé, kezdj el beszélgetni vele, mindent tudni fogsz róla. Egy alkalommal várnom kellett egy vizsgálatra egyik kórházba, és mondták, hogy sokat kell várnom, és nekem annyira kevés időm van, de mondtam, uram, bizonyára nem véletlen, hogy itt vagyok. Nem mindig tudom ezt azért ilyen gyorsan, még mielőtt a glóriát ide rajzolnátok, de úgy ez volt a szívemben, uram, nem tudom miért vagyok itt, mutasd meg, és akkor órákat várni, és akkor leültem egy 70 éves néni mellé, vagy ő ült mellém, hiszem, és akkor odafordult hozzám, és akkor mondta az unokát, a lányát, a betegségét, a felgyógyulását, a válást, a egy-másfél óráig a fotókat, a képeket megnéztem. Majd mikor két mondatban mondtam így pár szót a Jézusra, meg itt elővett a Mária képet, és mondta, hogy végül is neki is vannak ilyen dolgai. És tudjátok, én valójában abban a beszélgetésben néhány mondatot tudtam megosztani vele Krisztusról. De ahhoz, hogy meg tudjam osztani ezt a néhány mondatot vele, egy másfél órát hallgatnom kellett őt. És nem kellett, nem így éltem meg, ne értsetek félre. Nem úgy éltem, most akkor uram, szenvedek, érted, és most, ha belehalok, akkor is meghallgatom ezt szerint, mert ez a jó keresztény hozzáállás. De nem így volt, tényleg érdeklődéssel, hogy neki ez fontos. Neki ez fontos most ez a pillanat. És mondom, uram, ide hoztál engem, hogy várakozzak el a vizsgálatra. Azért, hogy ezt a nénit én most meghallgassam. Te hányszor hallgatsz meg bennünket, és mennyi süket szöveget tudunk elmondani neked? Ha mindent visszavetítenének, amit imádkozunk, és visszahallgatnánk, mondjuk néhány évre visszamenőleg, akkor azt mondom, uram, köszönöm, hogy kiválogattad. Igaz? Tehát a látszat kommunikáció az olyan általános, felületes. Ebben még nem élsz meg olyan áldást, amelyre adta Isten a kommunikációt. Majd Sanyit azt kérem, hogy 5 perccel a vége előtt nekem így integessél, mert én már most látom, hogy nagyon elszaladtam. Tényközlés. Egyszerűen elmondom, mit hallottam a hírekben. A tényeket. Információkat adok át. Különösebben nem értelmezem, hanem mint adatot közvetítem. Ez csak informatikusoknak. Aztán a gondolatközlés. Amikor bizonyos tényekről elmondom a véleményemet. Már kialakul egy beszélgetés. Megosztok abból valamit, ahogy én gondolkodom az adott témával kapcsolatosan. Aztán következő dolog, ez már egy mélyebb történet, amikor az érzelmeimet is megnyitom, és azt is megosztom az emberrel, vagy egyszer láthatóvá is válik rajtam, hogy azzal a dolgok kapcsolatban milyen érzések kavarodnak bennem. Tudjátok, az egyetemi misszió kapcsán, bátorítok mindenkit, az evangéliumi diákkörök az evangéliumi diák misszióért, a IFI honlapon is rajta van, és minden segítséget megadok, hogyha szeretnéd az egyetemen és a főiskoládon, vagy a középiskoládon ezt a programot elindítani. Bátorítalak, óriási lehetőség ez, hogy elmenjünk az emberek közé, akik körülöttünk élnek. Nos, 4 fiúval beszéltem egy nap alatt,
És képzeljétek el, hogy a négy fiúból, egy rövid beszélgetés után, négy fiútól megtudtam, hogy háromnak mély kapcsolati válsága van. De olyan szintig, hogy a srácoknak könnybe lábadt a szemük, és ha tovább folytatjuk a beszélgetést, elsírták valamagukat. Ezek egyetemista fiúk voltak. Tudod, az emberekkel lehet beszélgetni, és azt mondja a Biblia, hogy nevetés közben is fájhat a szív. Vidámak voltak, röhögtek, mikor odajöttek, vagányak voltak, leültek, ígyunk egy teát, és akkor elkezdtünk ők beszélgetni, és érezték, hogy érdekel az sorsuk, az életük, és megosztottam néhány dolgot a magam életéből is velük. Akkor elkezdték letenni az állatokat, és kiderült, hogy a mosolygás meg a vagányság mögött egy összetört szív van. És miért van összetörve? Mert éppen tönkrement egy párkapcsolatuk, amit olyan sokat reméltek. És felgyógyulnak, aztán jön a következő, a következő, a következő. Mert nincs, akitől lássanak jó példát, nincs, aki elmagyarázza nekik, hogy lehet ezt másképpen is csinálni. Tehát az érzelmek. És a legmélyebb szintje a kommunikációnak, amikor kiszolgáltatottá válok egy másik ember számára. Lehetetlen például házasságban együtt élni valakivel, ha nem ilyen az életünk. Tehát nem vagyunk átláthatóak. Én nem tudok elképzelni a házasságot, amelyben nem mindent tud a feleség, vagy a férj. Mindent, ami történt előtte, és ami történik velem ma. Lehetetlen. Ha ez nincs meg, soha nem lehet átlátható az én életem, és nem tudom valóban megnyitni magam a másik ember előtt, és nem élhetem meg azt a csodát, amelyet Isten ajándékét ad az embereknek az ilyen mély kapcsolatokban. Ajándék. Csoda. Ezek a kapcsolatok. Amikor ilyen mély, őszinte kapcsolatot tudsz lenni valakivel. Ugye a személyek száma, hogy haladunk a kommunikáció mélységében lefelé, ugye csökken. Nem normális dolog azért az, még hogyha mi magyar emberek egyébként nyitottabbak is vagyunk. Tehát sokkal nyitottabbak vagyunk, mint az angolok egyébként. Mint ahogy a nénit is hoztam példának. Tehát, de busz megállóban ez ugyanígy megtörténik. Még Budapesten is szerintem, ahol ilyen cosmopolitan city. És a bensőségessége viszont nő a kapcsolatoknak, ahogy haladunk a kapcsolatépítésnek ezen a lépcsőfokain tovább. Néhány igeverset hoztam nektek elgondolkodtatásképpen. A Bibliában több igevers van az újszövetségi szentiratokban, amelyben benne van az egymás szó. Tehát, hogy a kapcsolatokra utaló kölcsönösség kifejezése. Az egyik ilyen ige a római levélben a 12. rész 10. verse. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengének, a tisztelt adásban egymást megelőzők. Ugye ezt már említettem. Másik. Róma 14:19. Azokra a dolgokra törekedjetek tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Galata 6:2. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Milyen fontos kijelentések ezek, amelyek a gyülekezetben, a családban, a barátságban, apa-fiú, fiú-lány, minden relációban, sógor, koma, anyós, ilyen relációban megélhető és működik. Aztán a Tesszalonikai levélben, az 1 Tesszalonika 3:12-ben, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben, tehát ebben lehet ugye növekedni, egymás iránt és mindenki iránt. Tehát megint ugye ez a kettősség, hogy bent a testvéri közösségben, a családban, de ennek a hatása és megérése kifelé is ugyanilyen érték, mint ahogy én említettem a főnökömmel kapcsolatosan, és még dolgozom fölfele ezeket a dolgokat én is, amiket Isten cselekszik, mert nagyon jó. Ahogyan, azt mondja Pál, ahogyan mi is szerettünk titeket, tehát ahogy megtapasztaltátok azt, hogy mi szeretünk titeket, ez legyen példa nektek. 1 Tesszalonika 4:9, a testvéri szeretetről pedig, ugye ilyenek voltak ezek a tesszalonikabeli hívők, nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket és Isten, az Isten tanított az egymás iránti szeretetre, tehát maga, ugye Isten a Krisztus példáján tanít bennünket a szeretetre. Mert Krisztusban az Isten szeretete tökéletes és teljes. Volt egy lány, olyan mély fóbiája volt, hogy
az utcára sem mert kimenni egyedül. De boltba sem tud, mert bemenni. És akkor ez a lány megtért, bemerítkezett, és akkor a világban, a környezetében egyre nyugodtabban tudott már mozogni. Tehát már bevásárolt és megszabadította Isten. Igen, nem tudom, az egyik gyülekezeti táborunkban, a Tahi táborban rengeteg bogár jött a Jeruzsálembe, és kiderült, hogy neki fóbiája van ezektől a rovaroktól. És hát ugye neked, aki oda csapsz és kész, ugye ez nehezen felfogható, de aki retteg és szorong attól, hogy rárepült egy szúnyog, vagy mindenféle szárnyas állat, annak ez borzasztó. És akkor kérte, hogy segítsünk rajta, és leültünk beszélgetni vele. És képzeljétek el, hogy semmi nem történt. Világosan elmondtam neki az evangéliumot. Elmondtam neki, hogy Isten úgy szeret téged, hogy a fiát Jézus Krisztus odaadta a te bűneidért. A legdrágábbat adta, hogy kifejezze a te irántad való szeretetét. A te életed ettől van biztonságban. És képzeljétek el, néhány mondatot mondtam, és megszabadult. Azóta sincs neki semmi baja. De még hogy ő, egy testvérnővel kezdtem beszélni, hogy lelki gondozó, ő is megszabadult. Tehát is felszabadult egy lelki tehertől, ami szorongatta őt. Semmi különöset nem mondtam neki, csak tanúságot tettem szívemből az Isten szeretetéről, amely a Golgotai kereszten lett nyilvánvaló. És a kapcsolatunknak az alapja, hogy biztonságban érezzük magunkat. És az az ember képes egészséges kapcsolatokat építeni, és szabadnak lenni az üldözési mániától, a kisebb rendőrségi komplexustól, aki ebben a szeretetben meggyökerezett. Tehát éppen ezért mondja az apostol, hogy Isten tanít titeket a szeretetre, és a legfontosabb üzenete Istennek a kereszt. A Golgotai kereszt, de a történet a feltámadással ért véget. Nem egy pesszimista történet, hanem egy pozitív üzenettel bíró történet. Jézus feltámadt a halálból. A következő ige, az 1 Péter 4:8, mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Mit jelent ez? Nem probléma, hogy vétkezett valaki? Nem ezt jelenti. Az újabb esélyadását jelenti. Ha valaki elszúrta, és csalódtál benne, az Isten szeretete képessé tesz arra, hogy bizalmat adj neki újra. Ugyanis a legjobban, által legjobban szeretett emberekben is csalódni fogsz. De ha te nem, akkor ők benned biztos. Mert nem vagyunk tökéletesek, és hibázunk. És ezt mondja itt Isten igéje, hogy a szeretet a sok bűnt elfedez. Nem azt jelenti, hogy spongyáltal nem történt semmi, nem erről van szó, hanem esélyt ad a másiknak. Újabb esélyt ad a másiknak. Szabad a kapcsolatokban, az életben azt tud lenni, aki képes ilyen módon Isten szeretet által átlépni ezeken a dolgokon, tovább lépni ezeken a dolgokon, és nem rágódni rajta. Megkeseríti azoknak az embernek az életét, akik ilyen rágódó, öllődő, régi sérelmeket hordoznak a pakba, és rágódnak rajta. Amit vele tettek az emberek. Vagy ő tett másokkal. De a szeretet a sok bűnt elfedez. Ilyen értelemben. Nem jelent az, hogy nem kell megtérni a bűnből, és elhagyni a bűnt. 1 Péter 5:5. Ugyanúgy ti fiabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek. Egymás iránt pedig legyetek valamennyien alázatosak, egymás iránt, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. A hétvégén voltam egy képzésen, főleg lelkészek voltak és vezetők, együtt a Biliglen Társaság tartotta, és egy baptista lelkész tanított, szenzációs volt egyébként az egész. Nem is az informális része, hanem az a szív, amit átadott. Igaz? És nagyon megérintett. És egy népegyházi személlyel imádkoztunk, vagy beszélgettünk a helyzetről, ahol azért maga a lelkészi státusz, hát elég olyan futurisztikus feelinge van, mint egy az érinthetetlenek társasága, és azt mondja, hogy neki a legmegdöbbentőbb ebben az egész napban az volt, hogy olyan természetes volt ez az ember, olyan őszinte volt az ember, olyan egyszerű volt az ember,
És ez annyira megérintette. Tehát maga a mondandót közel vitte hozzá, hogy én egy vagyok közületek egyébként, hát egy-két dolgot megértettem az életben, de ennyi, Isten a kegyelme ez. És azért mondom, hogy óriási érték a szelídség és az alázat, nem az alázatoskodás. Ó, nem, ne dicsér, miért nem dicsérnek? Ne dicsér, nem, miért nem dicsérnek? Tehát nem erről van szó, ez az abnormális helyzetről. Szóval mondani a gyerekeimnek, ha megdicsérnek, hogy jól nézel ki, vagy csinos vagy, akkor mondd azt, hogy köszönöm. Ez a normális válasz. Nem az, ó, nem, köszönöm. Gyakoroljuk? Nagyon jól néztek ki. Ó, olyan jó rátok nézni, szuper. Tehát legyünk normálisak. Az alázat nem azt jelenti, hogy nem vagy normális. Még az sem jelenti, hogy nem vagy tisztában az értékeiddel. Csak tudod, hogy minden, amit van, Istentől kaptad. És azzal is tisztában vagy, hogy nem vagy tökéletes. Egyedül nem lehet sikeres és győztes. Tudod, tudatában vagy annak, hogy Krisztus testében vagy például, és szükséged van a többiekre. Tehát az egyszerűség és az alázat egy nagyon fontos evangéliumi érték. Egyébként egy bibliai érték, amely legyen jellemző minden generációra a közösségünkben is. Egymás iránt is. Mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig az ő kegyelmét adja. Sanyi még nem integetett, tehát én folytatom. Mennyi idő van még? 15 percem van! Hú, gyerekek, ez az idő, ez csak nő. Tehát egymás és maga terhe. No, zavar támad ennek az igének az értelmezésekor, néhol ezt érzékelem és ezt tapasztalom. Ugyanis a Galata 6.2.5-ben ezt olvassuk, egymás tejét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki maga terhét hordozza. Hogy van akkor, hogy mindenki hordozza a másik terhét, de mindenki hordozza a maga terhét is? Természetesen több lehetséges megoldás van. És nem merítem ki az összest. Alapvetően egy kapcsolatban fontos, hogy fölvállaljam a magam felelősségét. Egy konfliktusban is nagyon fontos, hogy elsősorban, elsőként a magam felelősségét vállaljam föl. Nem könnyű dolog, de rá lehet szokatni és nevelni az ember gondolkodásmódját a Szentlélek erejét, Isten igéhez ragaszkodva, hogy az első kudarc élmény és konfliktusnál vizsgáljam meg magam, hogy mi az, amiben én vagyok felelős. Mi az, ami az én terhem, az én saram. Higgyétek el, sokkal messzebb lehet jutni. Ifi vezető, ki az, aki ifjúsági vezetőjét és ifit vezet? Néhányan vagytok. Áldjon meg az Úr benneteket. Nem jól mennek a dolgok az ifiben. Nem imádkoznak a fiatalok. Nem tesznek bizonságot a fiatalok. A csibészek. Elmennek a Hillsong koncertre. De amikor kéne jönni és vajas zsömlét kéne kenni, akkor senki nincs itt. Amikor imádkozni kéne, akkor... Ugye ezt így is lehet. Vagy azt lehet mondani, nem imádkoznak a fiatalok. Uram, hogy állok én az imádsággal te előtted? Hogy vagyok én? Milyen az én ima életem? Hú, Uram, de jó, hogy ezen elgondolkodom. Mert bizony lenne mi változtatni. És elkezdesz változtatni ezen. Miután változtattál ezen az Úr kegyelméből, elkezded tanítani a többieket. Hogy miért jó az, hogyha imádkoznak. Miután tanítottad őket, buzdítod őket. Miután buzdítottad őket, pontosan mindez alatt imádkozol értük. És mit fogsz tapasztalni? Itt egy ima közösség, ott egy ima közösség. Hallod, hogy meghívt egyik a másikat, és imádkoznak az emberekért, és egyszer csak elkezd történni. Átéltem ilyet. Átéltem ilyet az életemben. Csak mentem Gyülibe, és láttam, itt egy ima csoport. Hogy mit csinálnak? Hát úgy gondoltuk, jövünk egy órával hamarabb, hogy imádkozunk. És addig úgy szoktam meg, én mentem egy órával hamarabb, berendeztem a termet, imádkoztam az emberekért, aztán lelkigondoztam, visszarendeztem a termet, és visszamentem még a munkahelyemre elvégezni a maradék melót. És Isten a tanítás, a buzdítás, a bátorítás és az imádság által elkezdett dolgozni az emberekben, de először nekem kellett változni. És mai napig is így van. A családomban is így van. Mint férfi, mondom ezt. Fiúk, férfiak. A családomban is így van. A családom lelki szellem élete nagyban múlik rajtam. Az, hogy van-e áhítat, hála Istennek van, nem ásítat, hanem áhítat, tehát hogy imádkozunk, Bibliát olvasunk, normálisan beszélgetünk, ezt jelenti az áhítat.
az azon múlik, hogy én hogy állok ezt hozzá a családban. Az, hogy tanulnak-e gyerekeim igeverset, az azon múlik, hogy én tanulok-e igeverset, és tanulok-e velük igeverset, miközben megyünk a suliba. Hogy az összeomlás gőg előzi meg, a bukás pedig felfogalkodottság. Aki a romlás vár, annak fölfogalkodik a szíve, de akire a dicsőség az alázatos. Például ilyen igeverseket, ami az életet pozitív irányban meghatározza. És a 8 éves lányom már vágja ezeket az igéket. Nem dicsekedni akarok, hanem a felelősségről akarok beszélni. Mert nyilván ugye 15 éves a legnagyobb lányom, tehát most egy picit ebben a témában előre haladtam. Tehát ezt én érzékelem és tudom. Természetesen az egymás terét hordozzátok, azt is jelenti, amiről beszéltem, hogy legyen hely a krízisben lévő ember számára az életedben. Tehát amikor nem tud boldogulni a problémáival, de soha ne legyél olyan, hogy másokra terheld a saját felelősségedet, és amit te meg tudsz csinálni, azokat mások vállára tedd át. Amit megtehetsz, mind tedd meg, és ne terhelj senkit. Ha olyan helyzetet találkozol, amikor már nem boldogulsz vele, akkor oszd meg, és ne szégyeld megosztani. Hány munkahelyet találtak a gyülekezetben egymásnak az emberek? Mert kiálltak és mondták, figyelj, munkanélkül vagyok, imádkozzatok értem. És imádkoztunk egymásért, Isten cselekedett, vagy kapcsolataink voltak, és segítettünk egymásnak. Ez is fontos része az életnek. Aztán egy érzékeny területre szeretnék rátérni. Örülni az örülőkkel. Miért nehéz? Van egy magyar, nem is mondás, egy megállapítás, hogy a hajdúbihari emberekről mondták ezt egyébként, de talán az egész magyarságra igaz lehet, hogy amikor megdöglik a tehene a parasztembernek, vagy a parasztembernek, akkor nem azt kívánja, hogy támadjon fel a tehén, hanem dögöljön meg a szomszédé is. Tehát akkor érzi jól magát, vagy jobban magát, ha másikat is ugyanolyan csapás éri, mint őt. Pedig azt kéne kívánni, hogy Uram, támasz fel ezt a tehenet, mert lehet, hogy furcsa, amit mondok, de a baptista elején közül volt, aki így tért meg. Megdöglött a báránya, aztán azt mondta, Isten, ha vagy, támadjon fel ez a bárány. A bárány felkelt, elkezdett bégetni. Erévész Árpád írt erről tanulmányt. Meglepő, igaz? Furcsa. De úgy kezdte ez az ember, hogy azt kiment szántani, bizonyságot tettek előtte neki, és azt mondta, Isten, ha vagy, akkor ez az eke menjen végig a barázdán, és jöjjön ide vissza. És elindultak a tehenek, az ekét tartani kell, tehát szántani én sem szántottam vele, de ez eltérte képzelni, tehát nyomni kell lefelé, ahhoz, hogy szántson. Eke végig szántotta a barázdát, visszajöttek, az ökrök megálltak előtte. Utána még feltámadta a báránya, és akkor megtért. Nem mindenkinek van szüksége ilyen dolgokra. Hát ez paraszti világ volt, ugye. Nem volt lehetőség minden vasárnap istentiszteletre járni, mert örült, hogyha évente egyszer arra tévedt Kornia bácsi vagy Tóth Mihály, aztán egy estét ott töltött és prédikált, aztán ment tovább. Furcsa, igaz? De bizony, nem mindig könnyű örülni a másik sikerének. És abnormális az a közösség, ahol titkolni kell a sikereket. Ahol nem lehet megosztani a sikereket örömmel. Mert nem leszek gőgös, büszke, mit dicsekedjek? Beteg vagy? Hát ha Isten megáldott téged, és sikereket adott neked, akkor miért dicsekvés az? Ha dicsekszel, Istennel dicsekedjél. Hogy Isten kegyelme. Persze, ugye nem, hogy Isten megáldott engem, de ez én milyen frankó vagyok. Nem erről van szó, ugye már az alázat és a szerítség, azt talán tisztáztuk, mint alapot ehhez. De meg lehet osztani. És az az egészséges közösség, ahol lehet valaki úgy győztes és hős, hogy ő a nap hőse. És nem jön még másik három, én is, hanem neki örülünk most. Itt a családban is nagyon fontos gyakorolni. Mi is gyakoroljuk a családomban. Hogy ma te vagy az aranyérmes. Ma mindenki neked örül. Most csak te kapsz Kinder Pingvit. Nevettek rajta, de higgyétek el, nagyon fontos. Nagyon fontos üzenete van. Az, hogy egészséges lélek alakuljon ki a gyerekekben és a családban. Hogy nem ciki, ha ma te vagy a születésnapos, mindig megünnepeljük a születésnapját minden gyereknek, és igyekszek otthon lenni. Nem egyszerre mindegyiknek, tehát egyenként. És tudom, hogy néhányan nem ünneplik a születésnapot, és nem is ezt akarom mondani, de fontos, hogy ez a te napod ma. Ma mindenki, anya azért sütött tortát, azért ülünk az asztal köré, azért csinált anya finom ételt, mert ma te vagy a fontos. Ma te vagy az ünnepelt. És ez kulcskérdés. És ezt tanítja a Szentírás.
hogy ilyen lélekkel, lelkülettel legyünk. Igaz, hogy mennyire kapcsolatépítő tényező ez is. Miért nehéz? Ugye neki van, nekem nincs. Ez egy jellemző dolog. Tehát azért nem örülök, mert neki van. Elsősorban az bosszant, hogy neki van. Neki miért van? Nekem miért nem adott Isten? Vagy nekem van, ugye nem adok, ez a klasszikus irítség, Bibi, ez az óvodás szint, de bizony, akárhány évesek vagyunk, az irítség, mint olyan, mindannyiunknál ott tólálkodik. Van, aki hajlamosabb rá, van, aki kevésbé. Emlékszem, az egy kifi alkalommal meghívtunk fiatalokat, külsősöket. És kértem a pénztárast, hogy vegyenek kalács, meg legyen tea. És jöttek a vendégek, és kipakolták a kalács, és kopasz kalácsot adtak egy kis teával. Nem azért, mert szegények voltunk, mert lett volna, és mondom, utána összehívtam őket, mondom, ne legyetek ilyen kis tűrűek. Meghívtunk embereket, vendégeket, és kopasz kalácsot adtak nekik. Otthon te kopasz kalácsot eszel? Hát nem. Mondom, mit kezd rá? Hát vajat, dzsemet, mogyorókrémet, étdzsemet. De akkor, mondom, nagy vonalak legyetek. Nem tud megáldani Isten, ha pitiánerek vagytok és kistűrűek vagytok. Na, a következő alkalommal, mogyorókém, ilyen csem, olyan csem, ilyen haj, na, mondom, igen. És tudjátok, azt tapasztaltuk, hogy az ifikasszát megáldotta Isten. Megáldotta Isten, és nem kevesebbünk lett, hanem többünk lett. Értettem. És gyilkos indult az irítség, pusztító dolog. Mi a magyar léleknek része, ezért tartottam fontosnak erről beszélni. Ugye a Simon varázslónak mondja Péter, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Ne feledd, az öröm egyedül nem megélhető élmény és érzés. Igazán a sikernek örülni együtt lehet. Meg tudod osztani valakivel. Mit ér egy siker, ha senki nem örül veled együtt? Ezért mondja Isten igéje, hogy örüljetek az örülőkkel. Tehát nekünk olyan normális közösségnek kell lenni hívőként, ahol ez lehetséges. És nem azt mondjuk, hű, milyen felfogott és gőgös, holott az irítség beszél belőlem. És ő csak őszintén megosztotta a sikerét. És miért lehet kiállni? Szín ötösre államvizsgáztam. Isten megsegített. Köszönöm, hogy imádkoztatok értem. Miért csak azzal lehet bizonyosítani, nem készültem semmit, és képzeljétek el, jó Isten, könyörült rajtam, és nem buktattak meg. Halleluja! Én ilyenkor felszoktam állni, és azt szoktam megkérdezni, akkor ez most bűnvallás volt? Hogy bár vétkeztél, és trehány voltál, Isten mégis kegyelmes volt hozzád. Nem? Hát végülis erről van szó. De ha valaki becsületesen tanult, oda tette magát, kérte az imát, megosztotta a tesók, hogy most készülök, imádkozzatok velem. Miért nem lehet megosztani azt, hogy megsegített Isten, képzeljétek el? Eszembe jutatta, és sikerült. Halleluja, örülök neki. Lehet, hogy nekem hármas lett, vagy négyes, vagy kettes, nem számít, de most ő sikeres, és örülök vele együtt. Közömbösség is lehet akadálya, hogy egyszerűen nem érdekel senki, csak én. De sajnos azért is, az is akadályozhatja a ráhangolódást egy másik emberre, hogy űzött vagyok, fáradt vagyok, kimerült vagyok. Bizony, ez pusztítja a kapcsolatokat. Ezért fontos megértenünk a 6+1 nap tanítását, amely a teremtésben kódolva van. Isten igéje azt mondja, hogy 6 napig végez minden munkádat, és a 7. napot szenteld meg, pihenj meg azon. Ez bele van kódolva, nem törvény, nem a 10 parancsolatba, hanem a teremtettségbe. Teremtéskor adta ezt Isten. Tehát megtanulni ennek a harmóniájában élni, és minden héten megtanulni a megpihenést. A megpihenés pedig nem azt jelenti, hogy nyom az internetet, és az e-maileket, és a telefont. Kikapcsolom ezeket. Tovább alszok azon a napon. Mert lehet, hogy egész héten nyomtam, és rengeteget fektettem bele a dolgaimba. Most pihenek. Most szabad vagyok arra, hogy többet olvassak a Bibliát. Nagyszerű lehetőség, hogy együtt dicsérjem Istent a testvérekkel. És gyakoroljam velük a közösséget. De valahol megszentelem azt a napot. A pihenéssel, az Isten eltöltött idővel együtt. És akkor egy utolsó ige. Nem mondom azt, hogy még rengeteg minden van a papíromon, mert felcsigáznám az érdeklődéseteket. Ezzel zárom be, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.
egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Adjon Isten bölcsességet, aki szemrányás nélkül meg is teszi, felülről való bölcsességet az élethez, amely boldog és teljes, csak jól működő kapcsolatokkal lehet. Nem a pénzt tesz boldoggá, bár az is fontos. A kapcsolatok minősége határozza meg az ember, hogyan érzi magát a bőrében. Amen.